Az elmúlt évek leggyengébb idénykezdését produkálta a Sényői csapat. Az első 8 fordulóban 1 győzelem és 2 döntetlen mellett 5 vereséget szenvedett az Imrő László Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes. Így 5 pontot szerezve mindössze 3 csapatot előz meg a Sényő a tabellán, amelyet a BVSC Zugló vezet 22 ponttal. Az okokkal tisztában vannak a szakvezetők. Utólag visszatekintve erre a 8 fordulóra, talán azzal nyugtathatjuk magunkat egy kicsit, hogy az első 6 helyezettet ugye letudtuk ez alatt a 8 mérkőzés alatt, és már most jönnek majd olyan meccsek, pont most ugye hétvégén az Eger ellen, amit itthon szerintem kötelező lenne hozni, valamint utána szerdán megyünk a Pénzügyőrhöz, és vasárnap pedig jön hozzánk a Tiszaújváros, és 3 olyan mérkőzés következik Zsinórba, amiből muszáj lesz valahogy jól kijönni, mert akkor tényleg nagyon ott ragadunk a hátulján. Több összetevős a dolog, ugye ennyi sérültünk nem volt talán még az elmúlt 4 évben összesen, mint amennyien most volt, hogy 3 emberünk volt egyszerre gipszbe, meg így utólag azt mondom, lehet a sorsolásunk se volt valami egyszerű, de próbálunk rajta javítani, az általunk vélt okokat ugye átbeszéltük a játékosokkal is, és innentől kezdve számunkra egy új bajnokság kezdődik. A szakember azt pozitívumnak tartja, hogy a vesztes meccseken sem játszottak alárendelt szerepet, és a rossz rajt ellenére sem bomlott meg a csapategység. 1-2 meccset leszámítva, így visszagondolva ugye, meg utólag is megnézve a mérkőzéseket, talán 1-2 meccs, ahol úgy fizikálisan esetleg azt mondom, hogy elfogytunk volna, vagy nem voltunk meg, a többi mérkőzésen ennek nagy jelét nem láttam. Mentálisan ugye nyilván inkább megviselt a csapatot, szerintem az utolsó 3 mérkőzés, amikor Zsinórban 3-szor is sikertelenek voltunk, ugye ott 3 vereség volt, de ezeket próbáltuk mindig átbeszélni, a vezetőség részéről is kaptak a fiúk ugye egy kis idézőjelesen mondom megnyugtatást, hogy abszolút nincs temető hangulat, előre kell nézni és javítani kell. Ami a sérülteket illeti, továbbra sincs könnyű helyzetben az edzőpáros, mivel csak egy játékos tért vissza a keretbe. A Matyi Zoli már visszatért, aztán a Vámos Márknak a lábáról ugye lekerült a gipsz, ő most elkezdte a rehabilitációt, Abu Marci is már most kocorászik, meg elkezdte is a rehabot, viszont az Erdei Zolit most műtötték meg 1 hete, neki még a héten vették ki a varatot a lábából, valamint a Zignéci Martinnak pedig keresztszallag szakadása van, ő rá műtét vár. A Sényű vasárnap 16 órai kezdettel az Egert fogadja. A 9. forduló további párosítása következő. DBTK 2 Tiszaújváros, Vasas 2 Kisvárda 2, DVSC 2 60, Tiszafüred Pénzügyőr, Füzesgyarmat Békés Csaba 2, Jászberény Deac, BKV Előre BVSC Zugló, Karcag Hajdúszoboszló és Putnok Kőrös Ladány.